Na hát, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, sziasztok srácok! Ne arra ugyatotok a késésért, csak kicsit felkúrtam magam most az előbb ezen a alig egy hónap múlva megjelenő F1 2019-en. Már van 1.0-ás változat, amit a újságírók is a többi ilyen nagyobb tesztelők már megkaptak. Majd ezután, a live után szerintem mindenképpen fogok indítani egy másikat, ahol majd kielemezzük, megnézzük. De, fú, gyerekek, ez valami eszméletlen. Tehát eddig ez nagyon-nagyon gáz. Ez, hogy 1.0-áson így néz ki ez a dolog, illetve 1.0-áson ezt így oda merték adni, ilyen tesztelőknek. Csak mutatok egy pár képet, nem a videót, majd megnézzük a videót is, mondom, de mutatok egy pár képet. Tehát kiraktam a Facebook oldalra is, szerintem valami elképesztő, tehát nézzük. Ugye ilyen a menükép, itt a fejemmel pont akarom, meg lehet egész éve, és itt van 1.0, csak hát, pont nem látni, mennyi majd, látjátok, ott van 1.0. 1.0-ás, tehát ez így fog kijönni. Vagy ez van már a lemezekre rárakva, amiket ugye már kinyomtattak, megcsináltak, elküldtek a világ minden pontjára, ahhoz, hogy a boltokban valaki dobozosan, vagy ilyen fémdobozosan, vagy nem is tudom, ilyen műanyagtokosan akarja megvenni, ez a változat lesz rajta. És ez fogja várni az embereket. Hamilton itt kb. Úgy néz ki, mint valami megőszült vénember. Nem emlékszem egyébként, hogy így néznek ki. Erre a sok fülbe valóra is lehet, hogy van neki ennyi, nem tudom, hogy ez mindig, de ez a megőszült akál, meg szemöldök, meg minden, ez ilyen oké, hogy work in progress, de ez a 18-as játék is kírja egyébként. Na mindegy, igen, ez az egyik. A másik, igen, ami egyből szemet szúrt, ez az, hogy az összes kocsinak, az összesnek egy kasznia van. Az azt jelenti, hogy láthatjátok a Mercedesnek is például, a pöcs orros kasznia van, ami pedig a hibrid éra óta nem volt a Mercedesnek soha semmiféle pöcs meg fasz orra, és 14-től kezdve sem, és se 14, se 15, se 16, se 17, se 18, se 19 nem volt soha ilyen pöcs orr. Úgy látszik, hogy erre se volt még idő, nem is értem egyébként, miért nem hagyták inkább a tavalyit benne. Na mindegy, és illetve van egy olyan érzésem, hogy mondjuk ez az első kerék egy picit a levegőben lenne itt. Lehet csak optikai csalódás, de ez megint egy kicsit olyan érdekes, de mondom, tehát én nem tudom, ha ez valami béta, de nem lehet béta, mert 1.0, tehát ott ki volt írva az verziószám, hogy 1.0, nem 0.8, meg 0.9, 1.0 volt. Kész. Illetve gyerekek, ez mi? Ezt tudjátok mi? Mikor 2003-ban vagy 2004-ben játszottam valami játékkal, annak volt ilyen grafikája. Ez mi a fasz? Miért erőltetik ezt a grafikai hülyeséget? Miért nem lehet berakni élő, úgyis élő, mert más lesz moddolva úgyis, miért nem lehet élő szereplős fényképeket berakni? Miért kell ezeket a Call of Duty 1, Call of Duty 2 grafikákat őszélni, erőltetni. Körülbelül akkor volt ez így, akkor nézett ki így Price őrmester, vagy Price kapitány. A gyerekek, ez vicc. Ez vicc, ahogy ez kinéz. Ez mi ez? Hát te valami sál lenne, vagy nem tudom. Meg ez a szem. Mint aki a zombi háborúból jön éppen visszafele. Mi ez? Mi ez? Ez vicc. És akkor ugye itt a játék. Ez is vicc. Az, hogy már össze van rakva ilyen picire ez a szar, és nem lehet kirakni egy 20 fős, vagy akárhány fős, az ember, ha akarja, beállíthatja, hogy most 3-at akarok látni, de lenne egy menüpont, hogy 3-at, 5-öt, 10-et, 15-öt, vagy akár 20-at, mind a 20-at látni akarom, és nem kell kiírni az egész nevet, lehet használni azt a kurva 3 betűs izét. Mint amit én is használok hudot.
Nem erőlteti ezt a fasságot. De ki van a harmadik, második, első helyen? Neki? Ki a franc? Hát azt se tudjuk meg. Nem lehet tudni, minek. Nem kell az. Akkor ugye változott itt ez a hood rész. Hát nekem egy nagyon árkádnak tűnik, mondjuk ez az egész játék így lezuhant oda. De ez az autó kinézet meg ahogy megy, ez most nem tudtam eldönteni az F1-je vagy F2-t csak a nevek alapján, mert mondom, mi ez a vékony cső, meg hogy nem tudom, te F2-es kocsi lenne. De mi ez? Ez hihetetlen, nem tudom. Itt megjelenéskor vagy jönnie kell egy kurva nagy pecsnek, hogy ez olyan lesz, mint a Dirt 4. Hogy egy szánalmas szar. Most néztem a Dirt 4-et, egyébként már PS4-en is 2800 forintért árulják, 21.000 helyett. Hihetetlen. Hihetetlen. Na mindegy. Szóval ezen úgy kicsit úgy elgondolkodtam, meg minden. Úgy nem néztem még végig, ugye Aravának a videójáról van szó, ő tesztelte ezt a dolgot. Meg fogom én is nézni, meg fogjuk nézni, vége a kanadai nagydíjnak, nem tudom, hogy milyen állapotban leszek, de nagyon felkúrt ez a hülyeség. De hát ez valami borzasztó, gyerekek, is 2 évre ennyire telt, 2 évre. Mert a fene egye meg, jó van, csinálja azt, akkor a 18-as, legalább a 18-as kocsik lennének addig berakva, írja, jó van, work in progress, 18-as kaszni, minden még 18-as. Nem lenne semmi baj, de gyerekek, ez egy okádék. Hát ezen sírni tudnék. Hát ez mi ez? Berakja Gaslyt első helyre. Most komolyan. Ez mi? Hol van a Hamilton? Ha ez ilyen starting grid. Mi ez? Mercy 1-2 volt eddig, könyörgöm. Nem plusz. Hogy jött ki az a kalkulációból, hogy Gasly elsőről fog valaha indulni? Hát ezen külön sírat. A tavalyi autók lennének most ide berakva a menüben, és egy szavam nem lenne. Leszarnám. De baszki, az orkú, vagy az a szárny, ez már az idei, de a kaszni meg a izé. Valamelyiknek, szerintem lehet a izé Williams-é, vagy nem tudom, hogy melyik. Ez hihetetlen, gyerek. Vicc. Úgyhogy, na mindegy. És mérgelem magam, menjünk Kanadázni. Most jelenleg, gyerekek, azt mondom egyébként, hogy a mod, amit ez a srác csinált a 18-hoz, jelenleg jobb állapotban van, jobb az egész, mint amit idén ki fog adni a Codemasters. Hihetetlen. Komolyan. Na, jaj, tényleg mod, erről itt eszembe, ezt nem indítottam el. Nagyon jó kedvembe. Ez vicc. Hihetetlen. Mindjárt lesz kép. Egyébként az is jó, hogy már a menübe ugrál a játék, meg a hangja, meg nem tudom mit csinál, itt töltöget, meg ilyenek. Jaj, várjatok már. Most itt eszembe 900 fokon. Figyelj Leo, visszavenném az ülésem, elég lesz. És Pierre Gasly mondta? Jól láttam? Pierre Gasly bedonítettem. Gyerekek, nem áll. Ne égessetek már ki ilyenekkel.
Nem adjuk vissza az ülésedet, jó helyen vagy. Elfelejtettem, mit akartam egyébként. Máté, te voltál. Várjál, Hudot indítottam, ugye? Az megvan. Igen, de mit akartam akkor? Ja, tudom. 900 fokon van a kormány. Elfelejtettem tőle. Pavintont kell szedni. De. 50. Na. De okéztem. Le. Na majd csak sikerül összehozni. Na. Gasly vezet, Perez a második, Verstappen, Stroll, Sainz és én. De igazából ugye Gasly már nincs nagyon versenyben. Meglátjuk, hogy mi lesz. Ó, Istenem. Na jó. Van a durability-t majd egy kicsit a srácokat fel kell rázni. Nem minden bőben van a jó cucc. Hú, baj nem lehet. Oké. Okay. Here we are, live in Montreal at the Circuit Gilles Villeneuve, where the teams are making final preparations before today's practice session gets underway. In 1999, the outside track wall, situated on the last corner of the lap, ended the race of three Formula One world champions, Damon Hill, Michael Schumacher and Jacques Villeneuve. Since then, the wall has come to be known to fans around the world as the infamous Wall of Champions. Turns 13 and 14 are definitely the most demanding corners on the track. A quick chicane section, entering at over 180 miles per hour, drivers use plenty of curb and get very close to the wall. But hitting those curbs at the wrong angle can easily put the car offline. You'll see a lot of drivers bail out of committing into turn 13 using the escape road to avoid contact with the wall. Tudom, mi a franc van egyébként ezzel, hogy bebe akar valami a grafikában, nem tetszik neki, de mi a franc. Rakunk egy frame limitet, 60-at. Van egy olyan csúnya érzésem, hogy lehet ez nem tetszik neki. Na. Kadona. Na, nézzük azt a kad. 2-10. Ujj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 
some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. Na nézzük! Gasly meg! Ha nem kell, akkor tartsd meg! Meglátjuk majd, hogy itt hogy megyünk.
Azt akkor is megint bebelaggol. De ez miért csinálja? Hát tegnap Monakónál ordítani tudtam volna közben. Csak nem akartam már. Megint. Ugyanúgy körönként egyszer csinál egy ilyen, nem tudom mit. Elkezd szaggatni, leesik az FPS ilyen 10-15-re. Utána meg, mintha mi se történt volna, megy tovább. Megint. That's fantastic. You obviously have a really good understanding of this circuit. Complete, and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Mi a franc csinálja ezt a szarságot, hogy bebej, hogy hívják volna? Mi a franc csinálja ezt? Nem SSD-re van agentem, azon csak rendszer van, ez egy 120 gigás rendszer, nem is tudom rárakni oda, mert nincs annyi hely. Most is hallom, hogy ugrott egyet. To focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3. És most is eközben is tölt. Én nem tudom, mit csinál. Ez mi a front? Nem hiszem, hogy a grafikával lenne baj, ez valami más lesz. Ez is gáz, le kell vennem a grafot. És komolyan. V-szinket kikapcsolom. Leveszem 50 FPS, úgyis annyival live-ul. Ah,
Hát már nincs ötletem, hogy mit vegyek le. Vinyó töltésnél szokott ilyet, lehet hibás egy partíció, vagy töredezett shift-passz. Hát agentől nem tudom. Tényleg nem tudom. Tényleg nem tudom. Most ezzel az a baj, ez új egytárás vinyóra van telepítve. Hát ez egy... Nem akarok hazudni neked, talán egy fél éves egyterrás vinyó, csata 3-as. Tehát annyira nem szar. Most tudom, hogy nem SSD, de akkor is egy csata 3-as vinyó, basszus. Na azért nem értem. És most is hallom, hogy tizért a hang. Amikor itt elmegy egy pillanatra hang, vagy valami, vagy ilyen szakad a hang, akkor a kép is vele együtt szakad. Nem tudom, Pisti. Jassz. Ez mi volt, bazd meg? Ez mi a fasz? Hát gyerekek, hát így nem lehet ezzel menni. Hát ez így nem lehet ezzel így menni. Hát megállt a kép. Komolyan mondom. Hát persze, hogy nem, megy tovább valami. Hát ha vinyó lenne, más játékban is előfordulna. És így van, csak az F1-nél csinálja. Így van. Csak az F1-nél csinálja. Nem a HUD miatt van. Nem. Ez már 17 óta használom a HUD-ot. Ez mi? De az a baj, hogy úgy tölt a vinyó, de olyan szinten tölt a vinyó, mint az állat. Tehát ott itt valami más gebasz lesz, valami nagy szar lesz. És vagy a játék szar valami, vagy nem tudom. Komolyan. De így nem fogok, közben Milánnak köszi a feliratkozást, de így nem fogok vele izélni. Hát ez neki semmi értelme nincsen. Mi a fasz? Most ez komolyan. Miért? Nem csinált ilyen. Monaco óta csinálja ezt. Azért nem csinálta. Hát mi a franc történt Monaco óta, hogy ezt kell csinálni? Nem értem. Ja, aha. Van egy sejtésem. A C meghajtón csak 4-ig a szabad hely van. És szerintem a lapozófájt nem tudja megcsinálni. Ami egy... Hát ami 2x8 gigás szokott lenni. Hát így van, mondjuk érthető. Jó, akkor... pedig átjövök vissza a csetre. Lefuttatok egy CC cleanert. Már ha le tudok futtatni, mert egyáltalán nem biztos. Szerintem nagyon tele van szeméttel a C.
Temp mappa, vagy nem tudom mi. Régen néztem már. Az biztos. Túlmelegszik a gép, egy történik egyből. Még abban is igazad van. Simán benne lehet. Simán. Az is csinál ilyet. Csak ez azért érdekes, tudod, mert nekem le van véve az oldallak. És pont emiatt. Hogy ez ilyen hülyeség. Tegyem le megint. Miért nem indul el? Na, király. Egy aranyos. Hivatalos honlapról leszettem a CC Cleanert. Ja, megnyitom. Én nem akart elindulni. Csak azt akartam, hogy befejezzem a mondatot. És csak az F1-nél. Jajaja. Vintisszor. Hát figyelj, tegnap volt rá frissítés megint. Hát valamit megint mókoltak. Na, megállt a tudomány? Nem. Utalt. Úgy van. Ja. Már kíváncsi leszek. Mutatom közben. Hát a lomtárban van 13 giga. Azt írja. Meg valami gyorsítótárat fog törölni, vagy mi a francot. Na. Az a legszebb, amikor kiírja itt, hogy nem válaszol. Most mondjuk jó. Most oké. Okay. Most például jó. Oké. Okay, jó. Meg még, amit meg kell nézni, az a rendszer leíró adatbázis, mert az még szokott ilyen izéket csinálni, ilyen szarokat. Na most ez nem jó, ha összegyűlik ez a sok harság. Aha, hát itt is van egy pár, úgy látom. Ojjaj. Igen. Jelölt hiba. Ez csak 101 van. Oké. Okay. Hát még egyszer meg kell nézni, hogy oké-e. Mindig maradt 2. Jó. Oké. Okay. Na elvileg már jó lesz. Megnézem, mennyi hely maradt így. Hát nem lett több. Egyébként.
4,87 giga a szabad helyre. Azt nem értem, hogy mi a büdös kurva anyja van ezen. Nem szoktam a célra rakni semmit. Pingom nincs, mi a franc lehet. Ne haragudjatok, majd ezzel megy most az idő, de hülyét kapok közben. Ádámnak is köszi a feliratkozás. Uh-huh. 44 giga. 44 giga van a dokumentumokban. Hú, valami ott van, valami gebasz. De hol? Uh-huh. Aha, Euro Truck Simulatorban van 21 giga. Meg is van a hiba oka. Jó van, hát akkor... Azt le is szedjük innen. Ez volt a baj, hát ilyeneket ide másolgattam be. Sok buzi modot. Ez volt a baj. Uh-huh. Igen. Na, most már lesz hely. A 22 giga van a cén. Elvileg most már jónak kéne lenni. Indítom újra. F1-et most már jónak kell lenni mindennek. Miért kapok, ha nem? Letöltésekben nincsen agentöm, mert én ott, ha valamit letöltök, én leszoktam törölni. Tehát ott a legnagyobb fájl az ilyen 2 megás szokott lenni, és mit tudom, mert a letöltésekben van, alig van benne valami. Na remélem most már így játszható lesz, mint biztos, hogy hülyét fogok kapni. Nem volt értelme annak, hogy körönként a két helyen olyanokat laggol, hogy megáll a kép. Semmi értelme nem volt. A videókártya nem szar, processzor nem szar, nem történt semmi olyan dolog, hogy most fosnak kéne lenni bárminek is. Na kíváncsi leszek. Há? Ugyanúgy. Ugyanúgy csinálja. Ugyanúgy csinálja. Hard disk.
nincs sem újra a gépet vagy a játékot. Most újraindítottam a játékot, Tibi. Vagy Agentem. 1080p miért néz ki 360-nak se? Jó kérdés. So far, our fastest lap is a 1 minute 11.0. Nem tudom. Most itt nem szaggat, de... Visszaggatott pedig. Kilövöm a hudot. Megnézzük úgy. De nem hiszem. De... Legyen igazatok. Úgy vissza bekapcsolom. As all the cars are now over the line, your hát újraindíthatom végül is, de nem tudom. Még adok egy próbát most mindjárt neki. Mi a faszom? Na nézzük. Ugyanúgy, gyerekek. Ugyanúgy. Annyi, hogy most kisebbek a röccenések. Ah!
super job so far. We're getting great data. Stay focused. Car repairs have set us back a little. Most fullon van. Mindene fullon. So far our fastest lap is a 1:10.2. 29 FPS. Azt a mindenit, 29 FPS. Nem megy a játék fullon 1070 titánium 8 gigás videókártyával. Fú, papa. Oké. Okay. Az kemény. Még mindig 30. Aj, megjött a 60. Nem tudom mi az a V-Sync internál, meg hogy most autón van egyen vagy kettőn, de ennyit jelent. Well done. We got
got some excellent data with that run, so come on back to the garage. Még jó, hogy kiáltott, nem löptem ki a gecibe. Offoljam a frame limitet, vagy tegyem maxra? Oké. Offolom a frame limitet. Tegyem maxra. Mennyi a max? $250? Úgy van, fiú. Kérjük. Nem cuki. Már itt szaggatott. Na mondjuk most jól lett tűni. Megcsináltam, amit akartam, mint meg hát. An interesting practice session there then. Let's remind ourselves of the top three, who are Lee, Ericsson, and Lance Stroll. That's it for practice then. We'll see you again soon. Hát, Valkai Pisti, nekem van PS4-em is. Good day today. Az is megfelelő röccen. És nem 60 FPS-el meg. Legalábbis nem mindig. Does the car have enough reliability to sustain that? Maradjunk ennyibe. Aero package, unit. Reliability. Nekem durability kell. Nem, de Red Bull örül. You scraped the walls a few times, were you struggling for grip? Nem beszélek veled. Well, thanks anyway. Haladj. Science it. Hogy portedózzam meg hátulról. Thanks anyway, fejé. Azaz. Pontocskák. Jó van. És reputáció. Milyen sokat jöttünk. Azt be kell minden itt. Már a röbetűig felért. Practice 3, nem is tudom mit fog csinálni. Csinálok egy időmérő. Maukák. Ha a lubrikation szisztemem is úgy akarja, akkor igen. Ultimate-en van, Tibi. Janó Tibi kérdezi. Milyen erőssége van? Ultimate-en van. Jó. Akkor... tudom én. Pakoljunk egy HS-t. És annyit, hogy egy kicsit jobban forduljon a történet. Én ezt 6-osra zárakom. Van már idő? Giovinazzi? Jó. Hát akkor gyerünk. Giovinazzi fejű is ködjünk. Hiányzik az én kis hudom, gyerekek, nagyon. Ugyanúgy.
Azt a kurva. With that, you're now currently the fastest in this session so far. Expecting rain in around 10 to 15 minutes. Na. Okay. Elég gyors lesz ez a kocsi. Szerintem időmérő előtt még csinálok egy újraindítást. Biztos, ami biztos alapom. Jó lenne valami program, amivel látnák hőmérsékletet a gépről. Quick look at the classification at the end of the session then. Here are your top three. Lee, Verstappen and Nico Hülkenberg. Jó nagyot kapott Verstappen. Thank you for joining us for free practice today. We'll be back. Good day today. Tell us about it from your perspective. Én nem tudom, most miért szálltál rám ennyire. Will it be a problem for you if the weather doesn't clear up? Will your team have your reliability problems fixed by qualifying? Well, thanks anyway. MSI Afterburner. Jó, mert nekem az alaplap is MSI, videókártya is MSI, és az ingyenes program? Én megnézem közben, jó? MSI Afterburner Download.
Ja, aha, és ez ilyen, ezért, aha, így mutat mindent, látom. GPU, az, hogy hány fokos, meg hány százalékon megy, meg ilyenek. Memória, RAM, meg a... Ezért nem írja a CPU, ja, de ott is, aha, CPU. Aha. Na jó, oké. Ezt preferálom. Ja, közben nyomom. Csak töltse is le. Mi ez a kombusztor? Na, MSI Afterburner download, oké. Nagyon kíváncsi vagyok, most a gép kezdi megadni magát, vagy csak a Windows buziskodik valamit, vagy nem tudom. De az is érdekes, hogy csak... Mondjuk tegnap a Assetto Corsánál is csinálta egyébként hülyeséget. Na, nem csodálkoznék, hát elég öreg már. A lap is, oci és ramok is. Meg a másik, hogy a izé, a... Mi az Isten a... De gyorsan akartam mondani. Ja igen, a Windows 10 nekem körülbelül egy olyan 3 éve nem volt újra raktam. Éppen. Hanem 4. Futtatás. Ezt futtathatom rendesen így? Most is? Jó lesz. Ja, közben itt nem baj, látjátok, nem lesz itt legalább. Igen. Viva Tunes. Mindegy, igen. Mert oda. A hely. Szar a Win10 SSD kell alá, mert olyan jól megírták. Aj, de összes vinyóm, amin van, hogy egy SSD-n van, meg 4 darab 1 terrás. 4 darab? Franc, 5 darab 1 terrás vinyóm van, ami SATA 3-as. De ez a rendes SATA 3-as. Tehát nem ez a kicsi ugye, hanem még a rendes vinyó méret, a vinyó. Most azokkal mit csináljak akkor? Jó, finish. Nem kell, igen, run. Az igen. És akkor itt. Itt mit látok? Vagy mi lesz? Vagy hogy lesz? Vagy be kell kapcsolni? Vagy mi? Itt kell nyomni. Nem értek ehhez. OC. Igen. Ez... Igen, ne valamit nekem. Ending point. Ezt arrébb rakom addig itt. Ezeket a dolgokat. Ad menjen közben. Na. Ott egy kis lag, igen. De hát a szkennelés miatt volt, hogy nyomta a hülyeséget.
Én ezt esküszöm, nem tudom, hogy kell használni. Proci 62 fokos. Szerintem az tök normális, úgyhogy megy közben a játék. Na jó. A Riva tunelt is indítsam el. Oké. Riva tunel. Mert az mit csinál? Vagy az mi az? Sose tudom, hogy megy, nem megy. Elindítottam elvileg. De nem adott ki külön ablakot. Hogy ez később indul? Vagy hogy van? Nem tudom, hogy mi van most. Ott van 2 fokosra be van állva a proci hőmérséklet, azt viszont látom. Fogaskerék középen, után felugrik a beállítás. Fogaskerék középen megvan, így van, itt a beállítás. Ott monitoring, és ki tudod választani, mit írjon ki. Aha. Látom. Aha, így. Vágesz. A HDD miatt laggol szerintem, nem hiszem, hogy proci vagy más. Én szerintem is erről lesz szó. Ugye megnézzük. Mit akartam? Ja, tudom. Elmenni qualifire. Na, egy kicsit kinhagyom ezt a GPU, CPU történetet. Látszódjon meg a RAM-ot. 16 giga RAM-on van. We hope you're ready for another fantastic session as the teams prepare to unleash their cars for qualifying at the Canadian Grand Prix. And as we wait, poised for the start of what will hopefully be a thrilling qualifying,
semmit nem csinál a proci meg a GPU, mikor laggol. Well, you're largely limited by the parc fermé regulations, of course. Back in the old days, pre-2004, you'd work on both the qualifying setup and the race setup. Jó, megírta. Aha. Ez ezért lesz. Ez vinyó lesz. Nowadays, though, you have to find a compromise that works for both. There are a few things that you can still adjust. Ez vinyó lesz. Such as the differential, the brake bias, and the front wing angle. But that's about it. So it's more about optimizing what you do have and adapting your own style to suit the track conditions. Ez gyerekek vinyó lesz, ki is kapcsoltam. Ez nagyon csúnyán vinyó lesz. Aha. Ezt most ti is látjátok, ugye? Elindítottam a HDD Sentinel-t. A Kingston, ez a rendszer. Ez az SSD. Jó. Ez a... Az egyik, hogy hívják? Az egyik vinyó, és ezen már van 4 hibás szektor. De nem ezen van az F1, hanem egy másikon. Ezen van rajta, várjál. Ez a egy terrás. A G, igen, a gén van rajta, igen. Ezen van az F1. És ez 100%-os. 365 napja működik. Éve. Igen. Nem, igen, az, igen. Meg van még egy itt. Ez a legfrissebb, csak 101 napos. Ez a J meghajtó. Aha. És, ja, ez is oké. Meg van még egy külső, az ilyen állított házban van benne. És azt ki szoktam kapcsolni, azon tényleg csak tárolás van. Azért nem értem, hogy ez a 5 vinyó, mondjuk jó, most az 5-ök nincs bekapcsolva. Ez tudom, hogy ez kezd egy kicsit ilyen halott lenni, de szerintem ez még annyira nem vészes. Ez melyik a J meghajtó? Esküszöm, nem tudom, melyiken van az F1. Igen, megnézem. A jén van, gyerekek, a legfrissebben van, a jén. A jére van felrakva. Tehát legújabb 100%-os, ami csak 100 napos. 101 napos vagy mennyi. Tehát arra van felrakva. Uh-huh. Hát az lesz akkor. SSD lesz. Sajnálom, mert ezt az egyterrás, mondom, ez tényleg nem régi. De akkor ezek szerint muszáj leszek. Majd pedig... Most annyira nem hiányzik ez, de... De tényleg kell. Hát akkor én nem indítgatom újra, gyerekek. Indítgassam újra. Újra indítsam a gépet. Ne indítsam újra. Szerintem nem fog megoldódni semmi. Megoldódik. Gyanús. Az a baj, hogy én ezt átraknám a C-re, csak ott annyira nincs helyem. Ugye a rendszer vinyón az a 120 gigáson idénlegesen átpakolni. 18 giga hely van. Semmi. Ez meg... Ugye mondom, mekkora? 40 giga. Egy kicsit tetszes. Ezt nem tudom átrakni, ez biztos. Ő tényleg vennem kell. Oké.
kell megnézek akkor még valamit egy fél pillanat, jó gyerek? Beugrunk a boltba, jó? Kíváncsi vagyok. Jaj. Gigás, ez elég lenne? Azt mondja, 535 mega per szekundum az olvasás, 445 az írás. 530. Ennek csak 500. Ez még gyorsabb is ez. Ja, de csak 100-as jövő. Az olvasás. 98%-os megbízhatós. Hmm. 530. Még ez a SanDisk miatt tököm még ezért. Nem is lassú. Meg 560. Ez még jobb. Olvasási sebesség 560 megaperes. Na. 19 pénz. Hát figyelj, biztos, megoldódna minden. Jó. Jó van. Oké, legyen. Kingston kerülendő. Nem úgy kéne, mert most is Kingston van benne a 120-as, még annó. Uh-huh. Jó. Biztonság kedvéért csinálok egy újraindítást, jó? Jövök azonnal, mindjárt. Itt most meg fog állni akkor egy picit a kép, jó? De nyomom vissza, amint újraindítottam az egész történetet, tán folytatjuk akkor az időmérővel. De a Kingston-t az csak A4-szer széria. Közben itt a cseten írjátok már meg, hogy milyen körül itt nézek már, jó? Csak hogy kb. Ilyen 20 körül. Addig még újraindítom, mert visszakapcsolom a csetet, úgyis látni fogom az összes kiírást, jó? Nagyjából kíváncsi vagyok. Na, jövök vissza. Na, elvileg visszatértünk. Remélem legalábbis. Ja, megnézem, hogy tényleg megye. Írjátok már meg, hogy tényleg megy. Nem magamnak beszéljek itt. Lehet, hogy nem is megy. Megy. Ah, nagyon jó. Oké. Okay. Ja, úgyhogy... Hát akkor veszünk egy vinyó gyereket, amire csak ilyen... Amikkel nagyon-nagyon, amik tényleg csak játszunk, tehát amivel majd minden nap játszunk le, azok lesznek felrakva. Szerintem egy 500 gigás az vígan elég lesz arra, mit tudom én, 6-7-8 játékra, ami folyamatosan kell majd. Na jó. Hudot indítottam, még annyit csinálok, hogy Ezt én leveszem. Így, meg ezt kioppolom. Nem tudom, mi van akkor, ha a vészinket is kikapcsolom így okra. Akkor ez így mit csinál? Még ezt megnézik mindenképpen.
kikapcsolta. Hogy most, na most mit fog majd csinálni? It's pretty quiet out on track. We should consider getting out there. De már itt hallom, már a merűbe szaggott. Hatos, oké, okay, jó. 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 Akkor... Na. Most nincs vészünk. Ugyanúgy. Sőt, én a izén. Mi az Isten, a OBS-en. Most olyan szaggatva látom, hogy megy a kép, mint az állat. Most nem tudom, csak engem tisztel meg így ezzel. Vagy ti is így látjátok, hogy nektek szaggatva megy a kép. Mert nekem itt nem szaggat, de az OBS-en úgy szaggat, mint az állat. Nálatok is akar. Ah, ez a vészing miatt van. Ez a vészing miatt van. Hihetetlen. Hol van? Afrika? Off, ja, autó. Ja, vissza kell kapcsolni a vészinket. És utána nem lesz baja. Ó! Aha, látom, meg is javult. Ennyi. Hihetetlen ez a játék, esküszöm, ez a optimalizálatlanság, gyerekek, ne tovább jön. Nagyon durva. Hát ez hihetetlen, és ez nem mod, meg nem... Nem vinyó, meg nem... Ez már a játék. Nem tudom miért alacsonyabb ikrát egyébként, gyerekek, 8000-en van, tehát annál feljebb már nem vehetem, mert amúgy is... A YouTube nem szereti, mert nem szereti a nagyot. Á, ugyanúgy szaggat. Na most meg se fogok szólalni, inkább. Ja? Elsik vagyunk? Akkor jó. A zsírk nem. Az érünkör itt eljövődünk. Na, milyen állat jött nekem? A retire Jóska. Kaptam 5 halat helyett? Nem. Más? Löki kapott?
Aki kiesett gyönyörűen. Ettelel együtt. Ez gyönyörű. Daniel Ricciardo is egyébként a Renault-val. Az is. Toro Rosso is gyönyörű. Ez szép lesz. Gyönyörű lesz. Nem vett el az időt, bazdmeg. De beteg ez a játék, baszki. Majdnem megnéztük a huski csoklitet. Jaj. Ezt a kurva. Reklámmód? Ja, na ezért... csak annyi, hogy az ilyen F1 2018-as táblákat kicseréli azokra, amik eredetileg egyébként ott vannak. Jelen esetben a helyneken. Ennyi. De ez az összes pályán így van már nálam, nem is tudom már, még tavaly óta. Tavaly, ja, a tavalyi összes vizérek már rajta volt. Külön-külön van fenn. So far our fastest lap is a 1 minute 8.9. Ja, azt hozni kellett volna. Nem, gyorsan megnyerjük, remélem, minél hamarabb. Aztán... lesz itt gond. Na, már negyedikek vagyunk itt. Ilyesünk? Az szép lenne. Nem benne van a pakliba, mondjuk. Kubica 9. Az úgy gyönyörű. 7.
8, 9, 10, gyerekek itt. Hopp, 11. 11. Nem volt elég. Gyönyörű. Köszönjük szépen. Úgy is van. Holnap hogy dolgozok? Egész nap agenton. Holnap. Fullba. És Kubica 9. Megelőzi Hamiltont. Yes! Ez az. Szeressük. A Tikam 1-et. Ez jó lesz. Hát friss gumi. Ennyi. Nem csökkent a pont. Jó van. Bad luck in qualifying. That's not bad exactly luck, ideal. Yeah, bad but there's luck, no points for Saturday. No, keep a cool head and make up for it in the race. Így van, ne okádjatok vért. Majd most! Nightbot, hogy került ide? Most láttam, hogy se tenni. Az mit csinál itt a Nightbot? Az ki van kapcsolva elvileg? Ez hogy került ide? Öcskös. Még a profilomat is letöröltem pedig vele. Na mindegy. Aranyos. Peaking at around 210 miles per hour going into the final chicane. Csak én látom a kiírását. Requires discipline and there are more than a few close calls here. Just waiting to punish drivers with a heavy right foot. A warm welcome to Anthony Davidson who's beside me in the commentary box today. Let's talk about Lee. They're starting to Csak streamlabsot láttuk. Lefotózom, mert én nem vagyok fogyatékos, majd berakom a csoportba. Okay. Hol van kis agent? Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid we have, Verstappen, Hülkenberg, Carlos Sainz, and Perez, Stroll, Ericsson, and Fernando Alonso, Lee, Sirotkin, Stoffel Van Dorn, and Magnussen, Ricciardo, Leclerc, and Brendan Hartley, Vettel, and Roman Grosjean starts from the back of the grid. And with lights out just moments away, szegény Grosjean. Hát nagyon sajnálom, Monakóba 19. indul, kiesett, most penaltit kapott. Keep your eyes open on turn 1 and keep it clean. We want to come out in one piece. Good luck. Ennyi? Kész? Egy ultra, meg egy zs, jó éjszaka? Hát baszki. Kapjuk meg akkor. 37 féllel. Na go. System checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm. Megelőzött. Weather report. Weather report. Got that confirmed. Okay. More updates. Okay, copy that.
Weather report. No rain expected. No rain expected for the time being. Dry seem like the fastest tire at the moment. Box this lap. Negative. Stay out. This is the formation lap. We cannot work on the car. There is no reason to come in. Do not box. Negative box. Box this lap. Sorry? No, don't do that. What good would that do? We can't do anything to the car, and we have a race to get on with. Do not try to come in. Just form up on the grid, okay? Box this lap. Box this lap. Box this lap. Yeah. Do not box. Negative box. Állítsam át a hangot. What kind of hang is this situation? Okay. Audio. Audio. Ja, nem volume, igen. Advanced. Ez. Min van autó? Ez. Ez van autó? És ez most nekem így jól lett, Chris? Szerintem? Ez nekem nem nagyon sok mindent fogok hallani. Jó, nem vagyok, hogy gyorsan gyorsfordító, de lehet, hogy nem lesz egy izgét. Kicsit, hogy megijedtem most, hogy mit tettett a dologtól. Lehet, hogy iszárkom inkább autóra. Jó? Vagy jobb ez így? Hát nem tudom. This pace is strong, but be aware your tires need to go the distance. Nekem ez ilyen lassabban jobb. Lehet, hogy az én agyam egyébként ilyen lassabb, nézi. You fall into P18, you're in P18. Ezt nem biztos, hogy megértem. Jó? Maradjunk ennyibe. Ennyi, ez a kettővel. Okay, there's 10 kilos of fuel left. 10 kilos of fuel. Jó. Hi. Hi, a replay music nem kell. Jó. Oké. Okay. Jó. Hát, nem is, azért újra nem indítjuk, de nem indítjuk úgy. Na! Nem ezt csináltam. Oké. Okay. Akkor jó. Azért nem akarom átállítani a marra, mert színni fogok égni, ha megszólal. Na. Kubica. Jaj, azt hittem elsodor. A sok Williams. Jaj, Kubi! Ajj! Majdnem megvolt a tudomány. Uhú! Mi? Papa, gyere már! Uááá, Kubi, te nem! Rusi, te se! Sokan vagytok. Nézd az öreg Kubest, oda nézd. Na. Már a vége a hülyeségnek. Menj már! Na, Kubatom. Juhú! Valaki nem sinem megy. Ez nem jó. Azt pedig fékezni fog. Kubes. Majd én jövök az öreg Rai után. Kajak küzdeni kellett a izével. Williams-szel, hagyjatok már, mi az? Hát mit fejlesztettek azok atomrakétát? Jön a papa. Úgy. Okay,
No. A Rai bátyánk nem jó nézeges. Az öreg Jovi. Jovi Jasper. Jön papa. Úgy. Az öreg Jovesz. Merci 1-2 van gyerekek. Mi van itt? Feltámadás? Hoppácska. Oho, látom, megy a vonat. Ül kivel, mi van? Lejárt a Renault szavatosság. Úgy is van. Jaj. Jó, menjél inkább. Itt vágszik nekem egy féket. Úgy. Na szervusz, Cyril bátyádat meg vagy üdvözlöm, mondjad neki. Tartsa meg a trágya motorját. Itt most már power van. Na, a kis lelenc. Befurakodik itt más emberek csapatába, életében. Apástól mindenestől. Mondja, megtanítsuk a kis taknyos kesztyűbe dudálni. Ó, látom, Cyril bátyátok majd azóta vakarja a kis fejét, hogy hopp, hova lett a Renault egy körrel ezelőtt, még a Red Bull előtt volt, most meg már hopp, se híre, se hamva. Hamvába hót ötlet. Elkötöttük a Pace Ricardo-ra motorfejlesztés helyett. Hát ez ilyen gyerekek, hát. Na? Itthon van, az most vagány. Hoppá! Ojja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 j
Virtuális kurva anyja. Verstappen szerintem kiküldték. Teammate status. Now. Gap to teammate behind is 5.0 seconds. They're on old hypersofts. Ugye? Nem jó az a hyper. Ez a hyper. Na, meddig tart már ez a virtuális gedva? Hát már visszakanyarodott. Semmi baja nincs. Úgy lassíts le kettőre. Hogy kapjam már neve kis lelencet. Na. Na ez az. Puncicáj kapitány, utolsó lett. Ójja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 jj
megvertem edzésen. Jaj, hát itt megy. Ho-ho-ho.
kellemetlen izé. Majd mondja, hogy kilöptek. Ez lesz. Egy kör nem ment valami túl sokat egyébként most, hogy így látom. Szerintem ahogy visszafordult a pályára, ott a mögöttem levő lehet nem díjazta. Na nézzük a kis lelenc. Mit tud? Ah, kell neki két kör, mire beér. Jó, van az neki. Szerintem pont ugyanolyan oda jön vissza, onnan kiesett, csak két körre később. Na? Kopik a rózsaszín? Kopogat? Trolley molly, hát mi volt ez már? Megint ez a kis junózás, hogy te nem látsz. Nézzel ki a fejedből. Na megjött, mondom, hogy itt van Verstappen. Most a hatodik lenne, az viccesebb lenne, de hát így 20. Lehet rá kéne kergetni Trolley molly-ékra. Aj, de jön, de megérkezett a fiú. A hátulról nekem jön a 20. helyről, biztos, hogy nyakon vágom. Jaj, várjál, pihentetjük. Hopp! Igen. Na, Lenz bátyád. Hűha. Hűha. Na. Hello, Science, Mindsy, Super Frainci, mi volt ez a kis megmozdulás itt? Na, mit buttonkötsz itt 11? Nem 11 van. Nézd meg, arról meg emez jön. Meg vagytok, na menjél, akkor menjél. Szóval ilyen kis piszkos Science ez, egy ilyen kis dirty Science. Jó van. Én falra akarjuk taszajtani a fiatal embereket. Csak azért, hogy megőrözzük a second place-t, oké? Okay. Oké. Okay. Kicsit most spórolunk. Persze, éppen elszórakoztatja. Jaj, hagyjál már. Majd mixelünk. És gyűjtünk. És van idő. Na, kiment. Franci. Super Science. Na hát, ezért meg hadd menjen Verstappen, egy kicsit lemaradunk róla. Nem tudom, Hamilton volt kint, vagy Ultrával kezdte? Jaj, feltöltött. Hopp. Nagyon jó. Jaj, de jó kis 25 kör lesz még ez.
Látom, a Saubereknek jól sikerült a kerékcsere. Csodálatos 19 és 18. hely. Gio meg Rai. Hülkiről nem is beszélve. Cyril bátyát szerintem már hajat növesztett az állán. Azóta biztos, hogy nem kell neki nagyon oda köszönni, hogy bonjour, kérsz egy bagettet? Úgyhogy jól sikerült neki ez a 19-es év. Mondjuk Ricardo most jelenleg 9. Csodálatos 9. mondjuk, egy gyári csapattól nem is rossz a 9. hely. Jaj, de jó lesz. Ennyivel egyszerre fogunk szerintem kijönni. De hát itt van nem messze. Várjuk, ott egy elő. Verstappen nem fog pontot szerezni, úgyhogy miatta nem kell aggódni VB szempontjából. Hát Sainci az ugye fog. Ki van még úgy? A championship table. As things stand, be second in the championship. Feljönnék a secondre, vagyis akkor csak Gasly-t nem előzném meg, aki egyébként sincs, vagyis fullon tolnám első helyen a championshipet, ha így érne véget. Hát ez nekem teljesen jó. Vagy úgy mondja, hogy Gasly-t nem számolja, és akkor még ott van előttem valaki. Verstappen utolérte Hamit. És csak egy kört kapott. Ja igen, mert ugye most visszaveszi. Ó, jön a Rain. Megelőzi Hamilton, visszaveszi a kört. A teammate status! Okay. Nem tudom, mit állítasz, de nem azt akartam. Teammate status! Copy that. Most te süket vagy, vagy nem akarod megmondani a teammate státuszomat? Nem mondod, hogy nem esik? Hát látom, hogy nem esik. Megelőzte? De mindig egy lapot ír. Miközben valójában 1 perc 10-re van tőle. Na most vagy egy vagy két kör kapott most. De szerintem kettőt kapott. Teammate status. Our best lap so far is a 1 minute 11. Azt hittem, hogy ez bejön. We're doing one more stop today. One stop left in our strategy. Your pit window opens next lap. Már be kell jönni. Azok a hátsók. Nice. Nice.
Na, Hami! Félgázon bedarálunk? De hát. És pici Rich. Ricsi Richet rádobjuk. Hopp. Így is van. Hú, de meglepett a fiú. Nem lett volna vicces, hogyha mögötte vagyok. Nézzük, mit rak fel, arra leszek kíváncsi, hogy mire készül az öreg Hami. Felmeri lerakni, fel is felrakta a sösöt. Felrakta a sösöt. Egyes egyedül, ő neki van. Úgy bizony. Vinyó közben azt gondolta, hogy áhaha, itt nincs töltés. Most járunk a felénél. Azt hittem kifagy az egész, hogy bejövök 3-10-re. Úgy van, megyünk. Ott jön a Hamilton, ott jön a Hamilton, ott jön, ott jön, ott jön, ott jön, és elmegy. És elmegy. Jaj, de jó ez az egyenes rész itt. És már itt is vagyunk újra. Kubica 7. Az úgy aranyos. Na most nem kell ezek szerint nagyon ijeszgetni a Williams-en. A Ferrari bazd meg. A kis éri a helyezést. Annyira szar. Gyere Hemi, toljuk meg! Thank you.
Megint be van Verstappen. Megint itt fog lődörögni előttünk. Ja nem? Jó. Hova letenni azon? Hát itt nem nagyon látok esélyt jönni. Persze, fel megint utol fog érni majd azért. Emiatt gond. Én meg mennék kikapcsoltabb autóval, nem tudok menni.
Na. Egy csodálatos helyről esett ki. Pont szerzőnek a környékén nem volt szegény. Itt lesz az autó. Aha, ott be szépen beállt oda. Hát a Ferrari-ba se kéne most átülni. Verstappen megelőzte Hamiltont. Na hát durván 10 perc múlva végezni fogunk ezzel is. És ha minden jól megy, akkor egy nagy meglepetés nem lesz. Egy jó spóroltunk legalább a kocsin. Következő aztán francia lesz. Oda jobban kell majd a power. Azon gondolkoztam közben, hogy van a laptopom, nagyon ritkán használom, és lehet, hogy abból kiveszem az SSD-t, mert abban van egy SSD, nem nagy, mert 240-es, de már csak teszt jelleggel is jó lehet, vagy jó lenne. Ezt lehet meg kéne nézni. Na, Verstappen autója se bírta tovább. Mögöttem durrant el. Csak megsérült az. Nem is volt sok értelme egyébként, amit csinál.
Úgy veszem észre egyébként, hogy a Force India meg úgy egy kicsit úgy visszaesett. Ami a nagy sebbellobbal indultak. Ugye a hetedik futamra úgy kezdenek úgy elfogyogatni, vagy nem tudom. Ugye az előző évet megnyertük velük konstruktőrbe, sőt, hát 1-2-be is voltunk. De most azt veszem észre, hogy mióta oda mentek Strollék azóta, úgy ez a dolog, ez mint VB csapat megfenek lett, vagy nem tudom. A Merci meg most úgy tűnik, hogy fel akar támadni honvaiból. Na jelenleg ez a 2-4 nekik, ez nagyon jó. Megint Grosjean. Szegény nagyon nagy nulla. Mondjuk a kocsi se jó. Ahogy a Magnussen is ugyanúgy kínlódik vele. A Haas az őrletes nagy nulla, viszont ott nincs fejlesztés, vagy nem tudom. Azt hiszem az most a leggyengébb. Toro Rosso-val együtt. Hát ebből már nem lesz eső. Na, ha utolérem Hülkenberget, Cyril bátyátokat szerintem nyugodtan te is adhatja a lemondását. Ugye a Honda motoros Renault, vagy mi az isten Red Bull a Renault-t ott hagyja. Akkor a nagy arc meg mellény volt tavaly. Ez idén most igaz lenne, úgy emlékszem. Már körözték. Wow! Esik, nem Laci? De. Elkezdett pötymörögni. Gyönyörű szépen.
Süt a nap, de azért esik. De itt meg nem. Ez érdekes. Ah, itt viszont pötyög. Kicsit a halón látszik, hogy úgy mennek a cseppek elfele, de... Na még az esőeffektuson nagyon kíváncsi leszek a 19-re. De inkább arra, hogy az úton hogy fog kinézni az eső. Mert azt nem tudják megcsinálni. Az, hogy a út nedvesnek látszódjon, az egyik, kettő. Ha szépen szárad felfel, akkor legyen csík. Tehát ahol kijártuk, és ott száraz legyen, mellette meg vízes. Erre képtelen a Codemasters, ezt nem tudja leprogramozni, hogy nedves út, felszáradó ív, nedves út, ezt nem tudja leprogramozni. Képtelen. És ahogy most az 1.0-át láttam, másra is képtelen. Na úgy Joker. A kis esőcseppecske. Úgy is van, menj neki. Ott van. De ez gyerekjáték volt most. It was a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for Red Bull today. Képtelenek arra is, hogy az autó át tudja sérülni. Jó. Egyébként tényleg. Well, when you overtake that many people, I'd certainly hope you'd win the race. Köszönöm szépen, gyerekek! And the team would be pleased that they didn't cook the engine given how long they were spending in the hot air behind other cars. They had a lot of confidence. Ott az bátyjátok ötödikre jött be végül is. Nem túl elégedett. Yeah. So here come our winning drivers today and what a race it was. Nem jöttem, viszont szépen bejött másodiknak. And we can see the fruits of that labor today as Red Bull lift the winners. De ez csúnya kúp volt, így van. Csúnyán bekúpoltunk mindenki. Helyneken fejüsködtünk egyet. Gyere, Sainci! Úgy is van. Francia? Á, nem biztos, hogy ilyen könnyű lesz. Jajjaj! Hamilton kapott 30 másodpercet a végén, hát ez mit csinál? Jézusom! Sebastian Vettel. He was a class above today, just an absolute pleasure. 19-7. Red Bull have extended their lead over the championship. There was also a strong Perez 4, Bottas 5, Stroll 6, Vettel 7. Räikkönen 8, csak bejött Räikkönen a 8-ra. Ricardo 9, Kubica szerzett megint egy pontocskát. 10. Az ki Norris, azt a kurva, csak 14. Már kört kaptak. És itt nem sok hia volt, hogy itt ez a kis csapat is megkapja, ez a kis 4-esból. Nagyon közel voltak az időhöz. Ja, hát ilyen köridőket mentem, az 1.08-akat. Kubicával izé, ha nem spórolgatok, leköröztem volna az első 8 kivételével mindenki. Sőt, az első 7 kivételével mindenki. Persze, fellöplek. Ja, Istenem, a házszok.
Na nézzük a standings-et. Perez vezet, 80 pont. Hát utána van Gasly, de őt ugye nem mondja. Azt a bekem, hogy 5 pontra vagyunk Pereztől. Sainci 7 pont. Stroll 9 pont. Verstappen 14, hát ez most neki nem jött jó. Hú, de jó kis VB ez. Az első 6 az gyilkos. Nagyon gyilkos. És Hamilton is életre kapott azért. Meg egy kicsit azért Bottas is. És Russell és Magnussen csak, akik nem szereztek eddig pontot. Majd meg lesz. Bőségesen vezetjük a konstruktőrt egyenlőre. De nagyon jók a Renault is. Renault, McLaren Renault, ugye a sima Renault is valamennyire, de a Mercedes azért elindult felfele. Úristen, a Ferrari az. Na, jó van. Jön a Amazing lányka. Good day today. Tell us about it from your perspective. Was there really any competition for you today? Na, kicsit a durability is. You performed better than last weekend. What changed? A power unit jött meg egyébként. De a reality egy kicsit. Úgy. Appreciate your time. Kicsit poor volt már nekik az én, úgyhogy most meglettek dicsérve. Na. Punci Magnus el lett kenve, sőt Sainz is, így vezetjük mind a kettőt. Jó. Pontocska. Na. De szépet nőttünk. A betű így felment. Jó van. Fantastic podium. Well done. Keep pushing like this for the rest of the season. Ugye? Hát csak nem rúgtok ki. We've received invitations to new historic events. You'll be able to choose whether or not to participate before the end of this weekend. Checkpoint. 2007. Szóval nem nagyon fogom kihagyni. Ja. Ugye milyen jók a normális képek? Jaja. Sem eddig se tart berakni. És még csak nem is az, hogy jaj, izé, jogok. Nem kell jog. Hát az övéki. Az, hogy normális fotót raknak be róla, azzal nem sértenek semmit. No hello, hashtag. Bele sem merek gondolni, ezek a kocsik mit mentek volna, hogyha nem a négy csíkos gumival lettek volna már szerelve, hanem a rendes slipkekkel. Mert most mindenki arra veri a faszát itt, hogy izé, jaj, milyen nagy verő lett a mostani autó, lófasz volt verő. Csak ezeken nem voltak olyan gumik, mint amik most vannak. Ezekre rápakolnának egy hiperlágyat, mit mennének, vagy milyen, mit tapadás lenne? A szívó V8, nesze. Csak ezt elfelejtik.
Átmentem! Baszki. Ja, de passzol, jó. Megvett volna még a 10 km itt szerintem. Na, hát ez a csodálatos francia pálya. Jaj, Istenem. Jó lesz. Congratulations on your success in the invitational. Oh, yeah. There may not be points or prizes, but it still helps you look good. Ja, tehát semmiféle pont és díj nem jár érte, de jól néztem. Aha, köszönöm. Páges. Van értelme akkor ezt belerakni végül is. I've been in touch with some contacts at Williams, and they think your attitude and results might be a good fit for their team. We can talk to them at our next contract review if you're interested. Let's see what kind of offer they can put on the table. Oké vagy. Te csak megkontaktoljál a Williams-el, jó? Itt akartam message-et nézni. Nem lesz eső. A qualifying lesz a végén, de minket az nem érint, addigra kiesünk úgyis Q2-ből, úgyhogy. Na most akkor igen, akkor ezért durability is most már normál a morál. Teljesen rendben van. Mindenki megnyugodott. Yes, van 1000 pontunk. Ezt szeretnék megnyomni. Hát ez fog kelleni. Firing Gloom. Hát testvérem. Ausztriára megjön. Én benne vagyok a balhéba. Hati is. Ezt jó van az nekünk. Na csak hadd nézem, akkor így átveszünk ezzel a vezetést. Oké, okay. Overtrainbe, az lesz a miénk, aero, miénk. Oh, nagyon jó. Megint nem kell fejleszteni egy ideig. Pont nagyon szép hajtottuk, 14. 19, 16, 17, 10. 14, 5. Ó, oh, nagyon jó vagyunk. Oké. Okay. Na, oké. Okay. Gyerekek, akkor F1 2019 vélemény fog jönni, mindjárt majd meg is csinálom a linket. Jó, körülbelül 2 perc múlva. Megnézzük akkor a varavás videót, kielemezzük, hogy mi a helyzet vele, és akkor jövök vissza azonnal. Jó? Utána viszont én megyek, mert hónap hajnalba kelek, úgyhogy annyi. Jó, úgyhogy nagyjából így ennyi, jövök azonnal vissza. Ezért nem menjetek sehova, 2 perc is jön a link, jó? Sziasztok, sziasztok!